Az OTP Bankliga 30. fordulójában a Kecskeméti TIE pénteken este a Budapest Honvéd vendége volt. Küzdelmes mérkőzést vívtak a csapatok, melyen az egyetlen gólt a hazaiak szerezték. Az 1-0-ás vereséget követően Szabó István vezetőedző azt mondta, hogy előre kell tekinteni, és a regenerálódásra kell helyezni a hangsúlyt a szombati Ferencváros elleni meccs előtt. Pontgazdag és izgalmas mérkőzésen egyenlített szombaton a Dunaaszfalt DTK Kecskemét az 5.-8. helyekért folyó csatában a Szolnok ellen. A Messzi István sportcsarnokban zajlott kiélezett küzdelem eredménye Dunaaszfalt DTK Kecskemét Szolnoki Olajbányász 92-87. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása ezzel 1-1, folytatás kedden Szolnokon.